Our dear Heavenly Father, we lift our hearts, our thoughts to you in prayer this evening. Mennyei jó atyánk, felemeljük a mi szívünket és gondolatainkat ezen az estén te hozzád. We're thankful you've given us this avenue of communion with heaven. Köszönjük, hogy megadtad nekünk a mennyel való kapcsolatnak ezt az útját. And that on the wings of prayer we can rise into your presence. És az ima szárnyain eljutunk te hozzád. We pray your blessing tonight. Ezért ma a te áldásodért imádkozunk. So we open your holy word, we know without your spirit to teach us, we cannot understand. És amikor megnyitjuk most a te szent igédet, tudjuk, hogy a te szent lelked nélkül nem tudjuk ezt megérteni. So we ask your spirit would come into our hearts and into this place again tonight. És ezért kérjük, hogy jöjjön a mi szívünkbe a te szent lelked és erre a helyre is. Be our teacher. Légy a mi tanítónk. Because we ask in Jesus' name. Mert mindezt Jézus nevében kértünk. Be seated, please. Kérem, foglaljanak helyet. Our topic for tonight, the Bible's longest, most amazing prophecy. A ma esti témánk a Biblia leghosszabb és leglenyűgözőbb proféciája. I invite you to open your Bible to 2 Corinthians 5 as we begin. Arra szeretném megkérni önöket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat mindjárt kezdésként, Korintus beliekhez írt második levél 5. fejezetének 10. versénél. 2 Corinthians 5, verse 10. Korintus beliekhez írt második levél 5. fejezet, és ott a 10. verse, az Újszövetség 214. oldala. Tonight I bring to you a court summons. Ma szeretném önöket egy ítélő udvarba, egy bíróság elé hívni. You have a case pending in court. Mert önöknek is van a bíróságon egy függő ügyük. Did you know that? Tudták önöket? Let's read about it here from 2 Corinthians 5. Akkor olvassuk el ezt a Bibliából. Verse 10. A 10. vers. New Testament here. Az Új Testamentum 214. oldalán. The Bible says. Azt mondja a Biblia, mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélet széke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék azerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. So Paul says we must all appear before this judgment seat of Christ. Azt mondja tehát itt Pál apostol, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. You have a case pending in the court of Jesus. Jézus ítélő bírósága előtt van egy ügyünk, ami függőben van. The Bible says that we all must appear. A Biblia azt mondja, hogy mindenkinek meg kell egyszer jelennie ott. Peter says in 1 Peter 4:17. Péter azt mondja az első levele 4. fejezetének 17. versében. És elkérem, hogy ezt írják le ma este. He says the time is come. We're going to find out tonight when that time came. Azt mondja, hogy mert eljött az idő, vagy itt az ideje, és ezt meg fogjuk látni, hogy milyen idő is az, ami eljön. Judgment must begin at the house of God. Hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házánál. As a church. Ez az egyház. Reading on. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? So you have a case pending in court. Tehát ott van az ügyünk függőben a bíróságon. Someday God is going to hand down an irrevocable sentence. Egyszer Isten egy visszavonhatatlan ítéletet fog hozni velünk kapcsolatban. A sentence upon every person. Minden egyes személlyel kapcsolatosan ítéletet hoz. Let's go read that from Revelation 22. És ezt olvassuk is el Jelenések könyve 22. fejezetében. Last chapter of the Bible. A Biblia utolsó fejezetéhez lapozzunk. Revelation 22:1-1. Tehát Jelenések 22:1-1, azaz 22:11. Easy to remember. Így nagyon könnyű megjegyezni. Revelation 22:1-11. Tehát a 22. fejezet 11. versét nézzük. The Bible says. Azt mondja a Biblia, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki feltelmes, legyen feltelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. So here is an irrevocable sentence pronounced upon every person. Tehát itt van egy visszavonhatatlan ítélet minden egyes személyre nézve. When that sentence is pronounced, there will be no changing. És amikor ezt az ítéletet kimondják, onnantól kezdve változtatás lehetősége és fejlebbezésnek helye nincs. What happens after that? De akkor mi történik ezután? Let's read the next verse. Olvassuk el a következő verset. Verse 12 says. A 12. vers azt mondja. Jesus says. Jézus mondja. És imé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek
amint az ő cselekedete lesz. In order for Christ to bring a reward for every person. Ahhoz, hogy Isten, pontosabban Jézus meg tudja hozni mindenkinek a maga jutalmát. There has to be a judgment first to decide what rewards to bring everybody. Az előtt kell, hogy legyen egy ítélet, amely meghatározza azt, hogy kinek milyen jutalom jár. That's only logical. És ez az egyetlen logikus következtetés. Since Christ brings rewards for everyone when he comes back, mivel hogy Krisztus mindenki számára hoz egy jutalmat, amikor visszatér, we know the judgment takes place before Jesus comes back. Innen tudhatjuk azt, hogy az ítélettételnek hamarabb be kell következni. That's why the Bible tells us we're living in the time of God's judgment. Ezért mondja azt a Biblia, hogy az ítélet idejében élünk. Let's read that, Revelation 14. És ezt olvassuk is el Jelenések könyve 14. fejezetében. We'll begin with verse 6. Kezdjük a 6. verssel. Revelation 14, verse 6. Tehát Jelenések könyve 14. fejezet 6. verse. The Bible says. Azt mondja itt a Biblia, és látték más angyalt az ég közepén repülnél, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és népnek, és nyelvnek. Here's a message that goes to the whole world. Tehát itt van egy üzenet, ami végigmegy az egész világon. What's the message? De mi is ez az üzenet? Verse 7. Nézzük a 7. versben. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tenger és a vizek forrásait. The message is the hour of God's judgment is come. Tehát az üzenet az, hogy Isten ítéletének órája elérkezett. Not something that will come, something that is come. Tehát ez nem valami olyasmi, ami majd egyszer be fog következni, ez az, ami már eljött. Well, the question, of course, for us is, when did this judgment begin? A nagy kérdés persze számunkra az, hogy ez az ítélet mikor kezdődött el. And where is it taking place? És hol található ez az ítélethozatal? Let's go back to Daniel for the answer. A válaszért lapozzunk Dániel könyvéhez. Daniel 7. Dániel könyve 7. fejezetében. Verses 8 and 9. A 9. és a 10. verset nézzük. 9 and 10 rather. Inkább a 9. és a 10. verset nézzük. This is Old Testament. Nézzük meg az Új Testamentum 8. oldalán. Daniel 7, verse 9 and 10. Tehát Dániel könyve 7. fejezetében a 9. és a 10. versethez lapozzunk. Daniel says. Itt azt mondja Dániel, hogy nézem, mi királyi székek tétetének, és az öregkorú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú. Széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam foly, és jő ki az ő színe felől, ezerszer ezeren szolgálnak neki, és tízezerszer tízezeren állának előtte, ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. So Daniel looks up into heaven, he sees the judgment set. Tehát Dániel, ahogy felnéz a menny felé, látja, hogy ott az, már az ítélete minden készen van. And he says, the books were open. Azt mondja, a könyvek már nyitva vannak. The Bible tells us in Ecclesiastes 12, verse 16. A Biblia azt mondja, a Prédikátorok könyve 12. fejezet 16. versében, says, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. You cannot hide from God. Isten elől nem lehet elrejtőzni. You might be hiding something from your husband. Lehet, hogy valamit eltitkolunk például a férjünk or elől, from your wife. Vagy a feleségünk elől. I heard a story of a movie that they were playing in a cinema one night. Hallottam egy olyan filmről, amit az egyik moziban játszottak az egyik este. And halfway through the film they turned on the light, they shut off the movie. És ebben a moziban az történt, hogy amikor körülbelül feléhez érkeztek, akkor felkapcsolták a villanyokat. And this announcement came over the intercom. És a hangos bemondón keresztül egy üzenetet tolmácsoltak. If there's anyone here with another man's wife, please leave immediately out the back door. Amikor azt mondták a hangos bemondóban, hogyha van itt valaki más embernek a feleségével, akkor azonnal hagyja el a hátsó ajtón a mozit. Because her husband just ran in the front door with a gun, he says he'll kill you both. Mert a férj megérkezett egy pisztollyal a kezében, készen arra, hogy megölje ezt az embert. 17 couples got up and ran out the back door. Azonnal 17 pár felállt és kirohant a hátsó ajtón. The Bible says God's gonna bring every work into judgment. Isten azt mondja, hogy minden dolgot előhoz ítéletre. You cannot hide from God.
nem lehet Isten elől semmit sem elrejteni. Evidently, that's what's in those books. Mert hogy minden ott van ezekben a könyvekben. There's someone else there in this judgment scene. Van még valaki, aki ott van ebben a ezen a bíróságon, az ítélethozatalban. We'll read about him, verse 13. A 13. versben olvastunk róla. Daniel 7:13. Olvashatunk róla, tehát Dániel könyve 7. fejezet 13. versében. Daniel says. És itt azt mondja Dániel. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami ember fia jöve, és méne az öregkorúhoz, és elébe vivi őt. Who is that? Ki ez? That's Jesus. Ez Jézus. What is his function in the judgment? Mi az ő szerepe az ítéletben? Well, first of all, we know he's our lawyer. Először is tudjuk, ugye, hogy ő a mi ügyvédünk. 1 John 2:1 tells us. 1 János 2-ben mondja ezt. And then we know he's also our judge. Azt is tudjuk, hogy ő a bíránk. Because Jesus says in John 5:22-27. Mert azt mondja János evangélium 5. fejezet 22 és 23. versében. All judgment is given to the Son. Hogy minden ítélet a fiúnak adatot. God the Father is the presiding judge. Tehát Isten, az Atya, Isten az, aki a bíróságot felügyeli. But Jesus will be the acting judge. De Jézus az, aki valójában az ítéletet hozza. So he's our lawyer. Tehát ő az ügyvédő. He's also our judge. De ő a mi bíránk is. He should be our friend. És a barátunk is kellene, hogy legyen. And he's also our savior. Valamint ő a megváltó. Think about it. Gondolkodjanak csak el ezen. You have to go to court for a crime. Hogyha valamilyen vétség miatt bíróság elé kellene állniuk. Your lawyer is also your judge. És az ügyvédjük egyúttal a bírójuk is. He's also your best friend. De egyúttal a legjobb barátjuk is. He's already paid for your crime. És már megfizette a büntetés árát. Do you have to be afraid of the judgment? Akkor van-e okunk arra, hogy féljünk ettől a bíróság ítélettől? No. Nincs. You know you can look forward to the judgment. Tudhatjuk, hogy akkor bizonnyal nézhetünk, tehát biztonsággal nézhetünk az ítélet elé. Because you know you will be justified. Azért, mert tudjuk, hogy igazként hoznak ki bennünket. Well, we recognize then that judgment is taking place in heaven. Tehát ugye azt már megfigyeltük, hogy lesz a bírósági ítélet, és ez a mennyben fog bekövetkezni. We don't go there in person, Jesus represents us there. Nem megyünk oda személyesen, hanem Jézus képvisel bennünket. All the witnesses, the angels, they're there. A tanúk, az angyalok, akik mind ott vannak. But when did this judgment begin? De mikor kezdődött el ez az ítélet? That's the question that relates to the Bible's longest prophecy. Ehhez az a kérdés, ami kapcsolatban van a Biblia leghosszabb proféciájával. Let's go to Daniel 8:14 for the answer. A válaszért lapozzunk Dániel könyve 8. fejezetéhez, és ott a 14. verset nézzük meg. Just across the page. Gyakorlatilag, hiszen ott vagyunk már, a Bibliákat ott nyitottunk. Daniel 8:14. Tehát a Dániel könyve 8. fejezet 14. versében a 841. oldalon azt mondja, the Bible says, a Biblia így ír, és mondanék el 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. You might be wondering, what does the cleansing of the sanctuary have to do with the judgment? És akkor elgondolkodhatnak azon, hogy vajon mit jelent az, hogy kiderül a szent hely igazsága, vagy más fordításban megtisztítatik a szent hely. Well, to answer that, we need to get a brief overview of the sanctuary and its services. Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, egy áttekintést kell megismernünk, hogy hogyan is nézett ki a régi szentély. This is only going to be an overview. Ez csak egy áttekintés lesz a szentélyről és az ott lévő szolgálatról. We don't have time to get into all the details of the symbolism. Nincs arra most időnk, és nem is célunk, hogy most minden részletet átvegyünk. The Bible reveals to us that there were two sanctuaries. A Biblia azonban bemutatja nekünk, hogy két szentély volt. There was an earthly sanctuary. Volt egy földi szentély. And there is a heavenly sanctuary. És van egy mennyei szentély. You can read about the sanctuaries in Hebrews 8, Hebrews 9. A zsidókhoz írt levél 8. és 9. fejezetében lehet erről olvasni. Describing the earthly sanctuary that God says when he brought his people out of Egyptian bondage,
Isten akkor adott utasítást erre a földi szentély építésére, amikor kihozta az egyiptomi fogságból a zsidó népet. He said, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. És azt mondta, hogy építsenek nekem egy szentélyt, hogy én közöttük lakhassam. Exodus 25 verse 8. És ez Mózes második könyve 25. fejezet 8. versében megtalálható. The earthly sanctuary was a miniature type or replica of the vast, glorious heavenly sanctuary. Ez a földi szentély egy kis miniatűr mása volt a hatalmas mennyei templomnak. God instructed Moses he was to make it according to the pattern. Mert Isten azt mondta Mózesnek, hogy a mintára készítse el. Exodus 25:9-40. És ezt Mózes második könyve 25. fejezetében, a 9. és 40. versben olvashatjuk el. So the earthly was just a faint shadow of the heavenly. Tehát a földi szentély csak egy kis árnyéka, egy gyenge árnyéka volt a dicsőséges mennyei szentélynek. You forget everything I tell you about the sanctuary. Here is the main point. Hogyha bármit is elfelejtenek arról, amit én a szentélyről beszélek, kérem egyet jegyezzenek meg ezt a főpontot. The earthly sanctuary and its services was God's illustration of the plan of salvation. A földi szentély és az ott lévő szolgálatok mind Isten megváltási tervét jelképez. I tell you, let me illustrate. És mindjárt el is mondom, hogy hogyan lehet ezt bemutatni. You know, I'm going to share something that will help us to understand. Ugye ez olyan, hogy mondok valamit, ami segít ahhoz, hogy megértsük. So the sanctuary is to help us understand how God is dealing with the problem of sin. Tehát akkor ez olyan, mint hogyha egy példát mondana. Isten segít megérteni azt, hogy hogyan is bánik Isten a bűnnel és a bűnössel. All those types and symbols pointed forward to Jesus. Mind ezek a szolgálatok és ceremóniák mind Jézusra mutattak. His sacrifice, his ministration for us. Az áldozatok és a szolgálatok, amit értünk véget. So this is the important thing to remember. Tehát van egy nagyon fontos pont, és ez az, amit erről meg kell jegyezni. The sanctuary is God's illustration of the plan of salvation. A szentély Isten megváltási tervét jelképezi. The earthly sanctuary originally was a tent-like structure. A földi szentély egy ilyen templom jellegű felépítésű volt. Closed in a courtyard. Egy udvar fogta körbe. Here we have a diagram. Itt van egy ábra erről. You can see the sanctuary here. Láthatjuk itt bent a szentélyt. Outside the sanctuary in the courtyard they had the altar of sacrifice. A magán a szentély helyén kívül az udvarban foglalt helyet az égő áldozati oltár. That's where the animals died. Itt kellett megölni az állatokat. Symbolizing how Jesus came outside of heaven, came to this earth to die. És azt jelképezi, hogy Istennek úgy kellett elhagynia a mennyet és erre a földre lejönnie azért, hogy meghaljon. Then you have the laver where the priest would wash before entering the sanctuary. Majd itt látjuk a mosdó medencét, ahol a papoknak meg kellett mosakodniuk, mielőtt beléptek a szentélybe. Sanctuary had two rooms. És a szentélynek magának két része volt. First room, the holy place. Az elsőt úgy hívták, hogy a szentély. Second room, the most holy place. A második részét úgy, hogy a szentek szentje. Separating them, they had a curtain. És egy vastag függöny választotta el ezt a két helyet. Hebrew tradition tells us the curtain was about 10 centimeters thick. És a zsidó hagyományok szerint ez a függöny körülbelül 8 centiméter vastag volt. To veil the tremendous glory of God. Azért, hogy eltakarja Istennek a hatalmas dicsőségét. The first room had three pieces of furniture. Az első teremben három bútordarab volt. Seven branch candlestick, the table of showbread, the altar of incense. A hétágú gyertyatartó volt, a jó illattételi oltár és a szent kenyerek asztala. And then the second room had one piece of furniture. És a szentek szentébe összesen egy bútordarab volt. Ark of the Covenant. És ez a szövetség ládája. Here we have a painting of the sanctuary. Itt egy festményt láthatunk, hogy hogyan is nézett ki ez a szentély. You see the two rooms. Látják ugye a két helyiséget. By the way, these things all symbolize Jesus. Egyébként ezek a utoldarabok és ezek a dolgok, amik ott voltak, is Jézust ábrázolják. He is the light of the world. Mert ő a világ világossága. The bread of life. Ő az élet kenyere. The incense of his perfect life of righteousness ascends before God on our behalf. És az ő tökéletes életének jó illata megy föl Jézus Isten elé. In the second room they had that Ark of the Covenant. És a második helyiségben volt a szövetség ládája. It was a gold box. Ez egy aranyborítású doboz volt. Solid gold lid called a mercy seat.
egy teljesen arany fedele volt, ezt a kegyelem királyi székének hívták. Two golden angels on each side. Mind a két oldalon egy-egy aranyból készült angyal foglalt helyet. Symbolizing the angelic host looking on the plan of salvation. És ez azt jelképezi, hogy az angyal seregek figyelik a megváltási tervet. Between the angels above the mercy seat was the Shekinah glory. És a két angyal között volt az úgynevezett Shekinah, ahol Isten dicsősége jelent meg. This was the visible manifestation of God's presence on earth. És ez szemmel látható megnyilvánulása volt annak, hogy Isten jelen van köztük a Földön. The Ark of the Covenant symbolized God's throne in heaven. És a szövetség ládája a mennyei isteni trónt jelképezte. By the way, what's inside the ark? Egyébként mi is volt ebben a szövetség ládájában? Látják? What is that? Mi ez? That's the Ten Commandments. A tíz parancsolat. That's where the Ten Commandments were located. Itt helyezték el a tíz parancsolat. Showing that the Ten Commandments are the foundation of God's government. Azt mutatja, hogy Isten kormányzásának az alapja a tíz parancsolat. The earthly sanctuary had two services. A földi szentélynek két szolgálata volt. Daily service. Az egyik a naponkénti szolgálat. That was in the first room. Ezt az első helyiségben végezte. Every day the priest would officiate the blood of the sacrifices in here. Minden nap meg kellett mutatni az áldozatokat a papnak itt. And then a yearly service. És aztán volt egy éves szolgálat, évenkénti egyszeri szolgálat. Took place in the second room. És ez a második helyiségben történt. So there was a two-phase ministry in the earthly sanctuary. Tehát itt a földi szentélyben is egy kétszeres szolgálat volt. That means there's a two-phase ministry in one other sanctuary. Ez azt jelenti, hogy a mennyei szentély helyen is ugyanilyen kettő szolgálat van. Heavenly sanctuary. A mennyei szentélyben. Because the earthly is a type of the heavenly. Azért, mert a földi a mennyeinek a képe. In the earthly sanctuary when someone sinned, tehát a földi szentélyben, hogyha valaki vétkezett, they would bring a sacrifice, an animal, akkor egy állatot, egy áldozati állatot kellett behoznia. Usually a lamb. Általában ez egy bárány volt. They would kneel before that lamb and confess their sins on the head of that animal. Le kellett térdelniük, és rá kellett helyezniük a kezüket az állatra, és megvallani a bűneiket. And then they had to kill that animal. Majd pedig meg kellett ölni ezt az állatot. The priest would pour out most of the blood there at the altar of sacrifice. És az áldozati oltára öntötte a legtöbbet a vérből a pap, aki az állatból kijött. He would take a little bit of the blood into the sanctuary. De egy keveset bevitt a szentélybe. He would sprinkle it there before that large curtain. És a nagy függöny előtt elhintett egy pár cseppet. What was beyond the curtain? Mi is volt a függöny mögött? That's where the law was located. Pontosan az a hely, ahol a törvény volt. Sin is what? És a bűn micsoda? Breaking God's law. Isten törvényének áthágása. So this was to show that atonement was made for the broken law. És ez azt jelentette, tehát, hogy engesztelést szereztek a törvény szegésért. You could see if you had to slay an animal every time you sin, you wouldn't want to see it. És amikor abban az időben mindig az állatot le kellett vágni, emlékeztetett arra, hogy soha többé ne akarjunk vétkezni. God wanted to show his people that sin was expensive. Mert Isten azt akarta megmutatni, hogy a bűn egy nagyon drága a bűn. But the sinner could be forgiven. De meg lehet bocsátani. And a record of that forgiven sin was transferred into the sanctuary in the sprinkled blood. És ennek a megbocsátott bűnnek arról való feljegyzésként maradt ott a pár csepp vér formájában a függöny előtt. Now remember, this is all illustrating how God is dealing with the problem of sin. És ugye nem felejtették el, hogy mindezzel Isten azt akarja bemutatni, hogy hogyan is kezeli a bűnt a Istenünk. Every day in the Old Testament, sacrificial animals die, recognizing two facts about sin. Minden nap meg kellett halnia egy áldozati állatnak, és két dolgot jelképezett ez. Fact number one. Az első. Sin means death. A bűn mindig halált eredményez. The Bible tells us in Romans 6:23. Azt mondja a Biblia a Róma beliekhez írt 6. fejezet 23. versében. The wages of sin is death. Mert a bűn zsoldja a halál. But de the gift of God is eternal life. Az
Isten kegyelmi ajándéka, Jesus Christ our Lord. Az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. So the second fact symbolized in the Old Testament was that no sinner had to die. Tehát a másik dolog, amit az ószövetségi szertartásokkal ábrázoltak is, az, hogy a bűnöknek, egyetlen egy bűnösnek sem kell meghalni a bűnöknek. Because the substitute was provided. Azért, mert volt egy helyettes áldozat. That was the lamb. Ott volt a bárány. Who did the lamb symbolize? És kit jelképezett a bárány? It symbolized Jesus. Jézust jelképezte. John 1:29 says. János evangélium első fejezet 29. verse azt mondja. Ími az Istennek ama báránya. That's describing Jesus. És ez Jézust ábrázolja. So all those lambs symbolize the death of Jesus for our sin. Tehát mindazok a megölt bárányok jelképezték Jézusnak az áldozatát a mi vétkeinkért. You can imagine with this record of sin going to the sanctuary all year long, they needed to have a cleansing of the sanctuary. Ugye el tudják képzelni, hogyha egész éven át vitték be ezeket az áldozati állatokból származó vércseppeket, akkor ezeket, ezt időnként meg kellett tisztítani ezt a szent helyet. That happened once a year. És ez egyszer egy évben történt meg. What was cleansed out of the sanctuary? Mit kellett megtisztítani? Mitől kellett megtisztítani a szent helyet? The record. A feljegyzésektől. The record of those forgiven sins. A megbocsátott bűnök feljegyzéseitől. See, the sinner was forgiven. Mert ugye a bűnös már bocsánatot nyert. But a record of that forgiveness was contained, was kept in the sanctuary, in the sprinkled blood within the sanctuary. De a feljegyzés arról a megbocsátott bűnről ott maradt a szent helyben, a oda fröccsentett vér formájában. On the Day of Atonement, that record was cleansed out. De amikor elérkezett ez az évenkénti megtisztítási ünnep, a nagy engesztelés ünnep, akkor mindent a feljegyzést kitakarították onnan. On that day, the high priest would go into the most holy place. Ezen a napon a főpap bemehetett a szentek szentjébe. The blood of a sacrifice. Méghozzá áldozati vérrel. Now, he always had to search his heart before he went in there. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy mindig mielőtt bement, a szívét meg kellett vizsgálni. If he had sin in his life, mert hogyha a saját életében bűn volt, what would happen to it? Akkor mi történt volna vele? He would die in the presence of God. Meghalt volna Isten jelenlétében. So even the high priest, only the high priest could do this. És csak a főpap mehetett be. Even the high priest would search his heart. De még a főpapnak is be kellett előbb vizsgálnia a szívét, van-e benne bűn. But he would take a little bit of the blood of a sacrifice into the most holy place. De ebből az áldozati állatvéréből egy keveset bevitt a szentek szentjébe is. Sprinkle it there on the mercy seat. És a kenyerem királyi székére kintett belőle. What was beneath in the mercy seat, below the mercy seat? És mi volt a kenyerem királyi széke alatt, a ládában? The law which had been broken all year. A törvény, amelyet egész évben megtörtek az emberek. That service was called the cleansing of the sanctuary. Ezt a napot a szentély megtisztításának nevezték. It was also called the Day of Atonement. Úgy is hívták, hogy az engesztelés napja. It was also called the Day of Judgment. De úgy is hívták, hogy az ítélet napja. So now we know the cleansing of the sanctuary is the same as the Day of Judgment. És most már tudjuk azt, hogy a szentély megtisztításának az időpontja az ugyanaz, mint az ítéletnek a napja. 10 days before the day of judgment. És mielőtt elérkezett az ítélet napja, in the Old Testament, 10 nappal előtte az Ótestamentum időben, they would sound silver trumpets. Harsonákkal elkezdtek kürtölni. To warn the people that judgment was coming. És arra figyelmeztették az embereket, hogy jön az ítélet. What do you think those people did for those next 10 days? És mit gondolnak, mit csináltak az emberek ez alatt a 10 nap alatt? If you knew you had 10 days left to live. Hogyha tudnák önök, hogy csak 10 napjuk van hátra az életből. How would you live the next 10 days? Akkor hogy élnék meg a következő 10 napot? I think we would search our hearts. Azt gondolom, hogy kutatnánk a szívünket. We would want to make sure everything was right between us and each other and us and God. És meg szeretnénk győződni arról, hogy az életünkben más emberekkel való kapcsolatunk és az Istennel való kapcsolatunk teljesen rendben legyen. That's exactly what the Hebrews did. És pontosan ezt tették a zsidók. You see, when the sun went down on the Day of Atonement.
És tudják, hogy amikor a nap lement és elérkezett az ítélet napja, the destiny of every Hebrew is fixed for the coming year. Akkor a következő évre minden egyes zsidónak az élete eldőlt. Any Jew that had sinned in his life was cut off from the camp of Israel. Mert az a zsidó, aki nem bánta meg a bűneit és nem rendezte le az ítélet napja vagy az engesztelés napja előtt, az ki kellett írtani a közösségből. Could not be saved. Az nem menekülhetett meg. It was a national and an individual day of judgment. Ez mind nemzeti, mind egyéni ítélethozatal napja volt. Even today it's the most sacred day of the Hebrew calendar. És még ma is a zsidó naptárnak a legszentebb napja. Symbolizing there'll be a great day of judgment at end time. És azt jelképezi, hogy a vég idején is lesz egy ilyen nap. In the heavenly sanctuary. A mennyei szentében. You see, the last day of the Hebrew calendar in the Old Testament economy was the day of judgment. A zsidó naptárban az utolsó nap, az engesztelés napja vagy az ítélet napja. Representing how there will be the day of judgment at end time. Azt jelképezi, hogy elérkezik az vég idejének is az ítélet napja. When the destiny of every person will be fixed for all eternity. Az a nap, amikor minden egyes személynek az örök sorsa visszavonhatatlanul eldől. In the Old Testament, what was cleansed out of the sanctuary? Az Új Testamentumban mit kellett kitisztítani a szentélyből? The record. A feljegyzéseket. Is there a record of our sins in the heavenly sanctuary? Vajon van a mennyei szent helyen is feljegyzés a mi bűneinkről? What did the Bible say? Mit mond erről a Biblia? Daniel 7:10. Dániel 7. fejezetének 10. versében. Judgment was set, the books were opened. Ítélők ülnek le és könyvek nyitatának meg. We read that God is going to bring every work into judgment. És már korábban azt is olvastuk, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre hoz elő. And every secret thing, good or bad. Minden titkos dolgot, akár jó, akár gonosz legyen az. What happened to the record of sin in the earthly sanctuary symbolized what happens in the heavenly sanctuary. Ami a földi szentélyben történt ezekkel a bűn feljegyzésekkel, azt jelképezi, hogy mi történik a mennyei szent helyen ezekkel a feljegyzésekkel. You can read about the Day of Atonement services in Leviticus 16. A nagy engesztelés napjának a szertartásáról olvashatunk Mózes 3. könyvének 16. fejezetében. Interesting account. Nagyon érdekes ezt elolvasni. We don't have time for it today. De sajnos erre ma nekünk nincs időnk, hogy ezt végigvegyük. That was just a brief overview. És ez csak egy rövid áttekintés. Learned, however, that the day of atonement, or the cleansing of the sanctuary, is the same as the day of judgment. A szentély megtisztítása tehát azt tanultuk meg, hogy ugyanazt jelenti, mint az ítélet napja. So when we read in Daniel 8:14, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Tehát amikor azt olvassuk Dániel könyve 8. fejezet 14. versében, hogy a 2300 estéig és reggelig majd kiderül a szent hely igazsága, illetve tisztává lesz a szentély. That simply means then will the judgment begin. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy ekkor kezdődik el az ítélet. Well, question when? Kérdés persze az, hogy jó, de mikor? When does this 2300 days begin and end? Mikor kezdődik ez a 2300 nap, és mikor végződik? And which sanctuary is this talking about? És egyáltalán melyik szentélyről beszél ez? Earthly sanctuary or heavenly sanctuary? A földiről vagy a mennyeiről? We're going to find out. Mindjárt megkeressük. God revealed this to Daniel in a vision. Mert Isten megmutatta ezt Dánielnek egy látomásban. But he didn't understand. De ő ezt nem értette. So God sent the angel Gabriel to make him understand. Ezért aztán Isten küldött egy angyalt Dánielhez, hogy értesse meg vele. Let's read that, Daniel 8:16-17. Tehát olvassuk el akkor a Dániel könyve 8. fejezetéből a 16 és 17. verset, 841. oldalú szöveg. It says, azt mondja, és emberi szót hallik az ulai közén, kiállta pedig és mondta, Gábriel, értesd meg azzal a látást. És oda jöve, ahol én állnék, és amint jöve megrettenék, és orcámra esém, és mondanékem, értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időkre szól ez a látomás. God wanted Daniel to understand, so he wants us to understand.
Tehát Dániel tőle is azt akarta Isten, vagy azt várta Isten, hogy megértse, és ugyanez a célja velünk is, hogy mi is megértsük. But verse 17 says this vision applies to what time? De a 17. vers szerint ez mely időre vonatkozik? Ez a látomás? The time of the end. Az utolsó időre. Let's mark down three facts about this vision. Tehát akkor erről a látomásról most három tényt szögezzünk le. Fact number one, it applies to the time of the end. Az első tény az, hogy a vég idejére szól. But verse 17 tells us. Ezt mondta a 17. vers. Since it applies to end time. És mivel hogy ez a vég idejére vonatkozik. Which sanctuary would it apply to? Akkor melyik szent helyre vonatkozik? Earthly or heavenly? A földire vagy a mennyeire? The earthly sanctuary is no more. A földi szentély már nem létezik. It was destroyed in 70 AD by the Romans. Krisztus után 70-ben a rómaiak elpusztították. It has never been rebuilt. Soha nem építették újjá. There's no Bible evidence it ever will be rebuilt. És a Bibliában semmiféle bizonyíték sincs arra nézve, hogy ezt valaha is újjáépítették. So evidently then this vision refers to the heavenly sanctuary. Ebből azt következik, hogy ez a látomás a mennyei szenthelyre szól. That's our second fact. Tehát ez a második tény. The 2300 days apply to the heavenly sanctuary. A 2300 nap tehát a mennyei szentélyre vonatkozik. There is no earthly sanctuary. Nincs is földi szentély majd. The earthly sanctuary ceased to have any value after Jesus died on the cross. Mert amiután Jézus meghalt a kereszten, a földi szenthelynek egyáltalán nem is maradt már jelentősége. Third fact. A harmadik tény. Time is symbolic. Az idő jelképes. We have 2300 days. 2300 este reggel, azaz nap van. If those were literal days, that would only give us about 6.3 years. És hogyha ez szó szerinti napok lennének, akkor ez 6,3 évre jön neki. Would 6.3 years bring us from Daniel's day to the time of the end? És a kérdésem az, hogy Dániel idejétől 6,3 év elvinne minket a vég idejéhez? Yes or no? Igen vagy nem? Nem. Of course not. Hát persze, hogy nem. So we know this is not literal time, this is symbolic. Ugye innen is tudhatjuk, hogy ez nem lehet szó szerinti idő, ennek muszáj, hogy jelképes legyen. We found out in prophecy a day represents a... És mit találtunk meg, hogy a bibliai proféciákban mit jelképez egy nap? A year. Egy éven. We read that Ezekiel 4:6, Numbers 14:34. Ezekiel 4. fejezet 6. versében és Mózes 4. könyve 14. fejezet 34. versében is olvastuk. Bible prophecy, one prophetic day is one literal year. A bibliai proféciákban egy profétikus nap egy valóságos évnek felel meg. We have 2300 days. Tehát mik van 2300 napunk? That would be. Az összesen mennyi lesz? 2300 years. 2300 év. There's the Bible's longest prophecy. És íme itt van a Biblia leghosszabb proféciája. Well, about this time Daniel was really getting confused. És amikor ez Dániel megkapta, hát bizony teljesen összezavarodott. Notice verse 27. Figyeljük csak meg itt a 27. versben. Daniel 8:27 Daniel says. Tehát a 8. fejezet 27. versében azt mondja Dániel, és én Dániel elájultam és beteg voltam néhány napig, de felkeltem és a király dolgát végeztem, és elálmélkodtam ezen a látáson, és senki sem értette. The English Bible says that Daniel fainted. Azt mondja az angol Biblia is, hogy elájult Dániel. You might be thinking, Pastor, this is a complicated topic tonight. És önök is gondolhatják, hogy hát azért ez egy kicsit komplikált téma ma este. I'm not sure I understand everything. Azt nem biztos, hogy meg fogok érteni mindent, amiről most beszélünk. Well, don't feel bad, Daniel didn't either. De emiatt ne legyen rossz a közérzetünk, hiszen Dániel sem értette meg. And Daniel was trying so hard to understand, he actually fainted. És Dániel annyira erőlködött azon, hogy megértse, hogy gyakorlatilag elájult tőle. I haven't seen anybody faint here yet. Azt nem látom, hogy itt bárki is most elájult volna ettől. Let me look around and check. De azért hadd nézzek körbe, hátha mégis. Some of you might be sleeping. Hát azt látom, hogy esetleg néhányan elaludtak. Faint with sleep. Álomba merültek, vagy álom ájulásában. Daniel 8 ends with Daniel getting sick and fainting. Úgy végződik a Dániel könyve 8. fejezet, hogy Dániel megbetegedett, elájult és megbetegedett. Daniel 9 begins with Daniel's earnest prayer to understand this vision.
De a Dániel 9. fejezetéhez, ha lapozunk és megnézzük, úgy kezdődik, hogy Dániel imádkozik, hogy megértse ezt a látomást. You can read his prayer, Daniel 9, verses 4 through 19. A 4-től a 19. versig olvashatják is, hogy Dániel mit imádkozott. Now here's the point. És itt egy nagyon fontos ponthoz érkezik. Bible prophecy can only be correctly understood through earnest prayer. Hogyha a Biblia proféciáját helyesen akarjuk megérteni, ez csak komoly ima által lehetséges. We want to understand prophecy, we have to pray like Daniel did. Hogyha mi meg szeretnénk érteni a Biblia proféciáit, akkor ugyanúgy kell imádkoznunk, mint Dániel. And so what we're going to do right here, we're going to stop right in the middle of our presentation and have a prayer that God help us understand. És amit most szeretnék megtenni, az az, hogy álljunk meg most itt pont ennek az előadásnak a közepén, és imádkozzunk úgy, mint Dániel, hogy megérthessük a proféciát. Could we do that? Megtehetjük ezt most így? Let's do that together. Akkor tegyük ezt most tegyük. I'm going to ask you to stand. És szeretném megkérni önöket, hogy erre álljunk. You felt like fainting, this might help to revive you a bit. Hogyha esetleg valaki úgy érzi, hogy már majdnem elájul az álmaságtól, fáradtságtól, akkor ez segít egy kicsit fölébredni. And then right after we pray, we're going to look at this longest prophecy. És miután az imádságot elmondtuk, azonnal nekivágunk, hogy megértsük ezt a leghosszabb proféciát. Let's pray. Imádkozzunk. Our dear Heavenly Father, drága mennyei édesatyám, we pause right in the middle of our study today to ask for help to understand. Most itt a közepén ennek az előadásnak azért szeretnénk imádkozni, hogy megérthessük ezt a proféciát. As you made Daniel understand, we pray you'd make us understand. És ahogy Dániellel meg akartad értetni, úgy kérünk velünk is értesd meg ezt. And I pray for special ability and clarity to make this topic clear. És azért imádkozom, hogy tedd ezt világossá és érthetővé. Help us, we pray. Kérünk, segíts nekünk ebben. In Jesus name. Jézus nevében kértem. Amen. Amen. Be seated, please. Kérem, foglaljanak helyet. In answer to Daniel's prayer, God sent the angel Gabriel back down to explain the vision. Dániel imájának a válaszára Isten küldött egy angyal Gábriel, hogy értesse meg vele az imádságot. The angel began by explaining the vision would be divided into two parts. És az angyal elkezdte megértetni Dániellel ezt az proféciát úgy, hogy két részt magyarázott el. First part for the Jews. Azt mondta, hogy az első rész a zsidókra vonatkozik. 490 year. Azaz, hogy 490 év. The remaining part would bring us down to the judgment. És a maradék idő pedig elvisz bennünket az ítéletig. 490, 1810, that's our 2300 that we're looking at. 490-hez 1810-et kell hozzáadnunk ahhoz, hogy megkapjuk a 2300-at. Let's look at the first part, the part that was for the Jews. Nézzük most meg az első részt, ami a zsidó népre vonatkozik. Daniel 9:24. Nézzük meg a 9. fejezetben a 24. verset. Here the angel is explaining to Daniel now about this 2300 day vision. Itt kezdi el ugyanis az angyal megmagyarázni Dánielnek, hogy mit is jelent ez a 2300 napos vagy éves profécia. Daniel 9:24. Tehát Dániel 9. fejezet 24. versét nézzük. The angel tells Daniel. Itt azt mondja az angyal Dánielnek, hogy 72 szabatot a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenettessék a szentek szente. 70 weeks are for your people. Tehát 72 szabatot a te népedre. What the angel said. Ez ugye, amit az angyal magyarázott. 70 weeks are cut off for determined for your people. Azaz, hogy 77-et szabott le Isten ebből az időszakból a zsidó népre. Determined in Hebrew means to be cut off of or separated off from. A szabatot az eredeti zsidó nyelvben azt jelenti, hogy valamiből levágták. Cut off of what? De hát miből vágták le? Well, the only thing we can cut them off of would be this 2300 days. Az egyetlen, amiből logikus, hogy itt levágták volna, az a bizonyos 2300 nap, vagy so hét. 70 weeks would be cut off of this time period for Daniel's people. Tehát ebből az időszakból vágatott le 77 Dániel népére. That's the Jews. És ugye ezek a zsidók. 70 weeks, we studied this prophecy already. Már tanulmányoztuk ezt a proféciát. That's 490 years. Ez pontosan 77, az 490 év. There's our math.
Itt van a matematikám. 70 times 7. Azaz 70-szer 2. 490 days. Egyenlő 490 nappal. We're studying prophecy. De mivel, hogy itt proféciát tanulmányozunk. That would be 490 years. Ezért 490 évről kell beszélni. 70 times 7. 70-szer 2. Remember Peter? Emlékeznek Péterre? Peter said, oh Lord, how often shall I forgive my brother? Azt kérdezte Péter, hogy Uram, hát hányszor kell megbocsátanom az én ellenségemnek? Maybe 7 times. Talán 7-szer is? That would be generous. Ez ugye nagy lelkűleg volna. What did Jesus say? De mit mondott Jézus? 70 times 7. Azt mondta, hogy még 70-szer 7-szer is. That's exactly what God did to the Hebrews. Pontosan ezt tette Isten a zsidókkal is. Gave them a 70 times 7 forgiveness. Adott nekik 70-szer 7 lehetőséget a megbocsátásra. And we're looking at this first part here. Tehát most itt az első részt nézzük. The question is, when does this prophecy start? A nagy kérdés persze az, hogy akkor ez a profécia mikor is kezdődött. When's the 2300 days begin? Mert hogy ekkor kezdődik akkor a 2300 éves proféciánk is. The answer is the next verse. A válasz a következő versből világossá válik. Daniel 9:25. A 9. fejezet 25. versét nézzük meg. The angel tells Daniel. Azt mondja itt az angyal Dánielnek, tudd meg azért és vedd eszedbe. A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a Mesiás fejedelemi 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések mégpedig viszontagságos időben. From the decree to restore Jerusalem. Tehát attól az időtől fogva, hogy visszaállítják Jeruzsálemnek a városi jogát. At this time Jerusalem lay in ruins. Ebben az időben még Jeruzsálem romokban hever. It had been destroyed by the Babylonians. A babiloniak pusztították el. And so the angel tells Daniel, when the decree goes out, you can restore your city. Azt mondja tehát itt az angyal, hogy akkortól kell nézni, amikortól megjelenik a törvény, hogy Jeruzsálemet helyre kell állítani. That will be the starting date. Ez lesz a kezdő időpont. When was that decree? És mikor is volt ez a rendelet? Well, we already found out. Ezt már tanulmányoztuk, megtaláltuk. That was 457 BC in the fall. Krisztus előtt 457 őszén. You can read the actual decree of Artaxerxes in Ezra 7:11-26. Artaxerxesnek ezt a törvényét el is olvashatjuk a Bibliában, Ezrás könyve 7. fejezetében a 11-től a 26. versig. And even the encyclopedia confirms this. És még az enciklopédia is ezt állítja. Here is from the encyclopedia under the date 457 BC. Hogyha az enciklopédiában megnézzük a 457 Krisztus előtt című részt, vagy fejezetet. Says Artaxerxes 1 decrees that the city government of Jerusalem shall be re-established. Akkor itt azt mondja, hogy ilyen Artaxerxes, első Artaxerxesnek a törvénye szerint a Jeruzsálem városának a hatalmát, kormányát vissza kell állítani. See Ezra 7 and Daniel 9. És ezt nézd erre referencia Ezrás könyve 7. fejezet és Dániel könyve 9. fejezet. So we have our starting date. Tehát akkor itt megvan a kezdő időpont. 457 BC in the fall. 457-ben Krisztus előtt. Now notice we have three prophecies that are all converging here. És itt egy olyan proféciája van, ami itt szinte összetordulni. They all begin the same point. Mert hogy mindegyik ugyanabban az időpontban kezdődik. Prophecy for the Jews. Az a profécia, ami a zsidókra vonatkozik. The 2300 years. A 2300 éves profécia is. We also have a prophecy about the Messiah. De van itt egy profécia még a Messiásról is. Verse 25. A 25. versben. Again. A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a Messiás fejedelemi 7 hét és 62 hét van. 7 weeks, 3 score and 2 weeks, that's 69 weeks. Tehát a 7 hét plusz a 62 hét az 69 hetet eredményez. Or 483 days. Ez 483 nappal egyenlő. We're studying prophecy. De mivel, hogy itt megint csak proféciát tanulmányozunk. That would be 483 what? Ezért ez 483 mivel egyenlő? Years. Évvel. Would bring us down unto the Messiah. Ez fog elvinni bennünket a Mesiásig. And we calculated this already.
Ezt már ugye egyszer megnéztük és kiszámoltuk. From the fall of 457, you count off 483 years, you come to the fall of 2780. Hogyha Krisztus előtt 457 őszétől indulunk, és hozzászámoljuk a 483 évet, akkor Krisztus után 27-ig jutunk el. Let me remind you, there was no zero year. És ugye emlékeztetem önöket, hogy nem volt nulladik év. Mathematically, this is how things look. Matematikailag így a fönti ábrán látszik, hogy hogy is néz ez. You go from minus one to zero to plus one. Mert a számegyenesen a mínusz egy után jövünk a nullához, és úgy a plusz egyhez. That's not what happened when they changed from BC to AD. De nem ez történt meg, amikor a Krisztus előtti időszámításról a Krisztus utáni időszámításra tértek át. They went from one BC to one AD. Akkor Krisztus előtt egy után, jött a Krisztus után egy. So that means you have to add one for the missing zero. Ezért aztán egy plusz egyet hozzá kell adnunk a számításunkhoz, hogy a hiányzó nullát kipótoljuk. A full 483 years brings us down to 2780. Tehát a 457 őszétől 483-at, hogyha hozzáadunk, eljutunk Krisztus után 27 őszéhez. What was happening? Mi is történt ekkor? The Bible tells us in Luke 3 verse 1. És itt elmondja a Lukács evangélium a harmadik fejezetének első versében, hogy mi történt. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében pedig. Tiberius began ruling 12 AD. Tiberius császár Krisztus után 12-ben kezdett el társuralkodó uralkodni. So his 15th year would be. Tehát ezért a 15. éve. 27. 27-re jön ki. Did I add that up right? És ezt én így csak magamtól találtam. You're kind of quiet tonight. Nagyon csöndesek ma este. Are you still with me? Még mindig velem vannak, tartanak? I know it's easy to sleep in math class. Hát én tudom, hogy matematika órákon könnyen el lehet aludni. Stay awake, this is Bible math. De maradjanak csak ébred, ez bibliai matematika. 15th year of Tiberius was 2780. Tehát Tiberius császár 15. éve az Krisztus után 27-ben volt. And the Bible tells us John the Baptist was baptizing that year. És azt mondja a Biblia, hogy ebben az évben keresztelő János keresztelt. Of course we know Jesus came to be baptized. És tudjuk ugye, hogy Jézus is eljött, hogy megkeresztelkedjen. Messiah in Hebrew means anointed one. A messiás héberül azt jelenti, hogy a felkent. Christ in Greek means anointed one. És Krisztus görögül is azt jelenti, hogy felkent. The Bible tells us God anointed Jesus with the Holy Spirit. És a Biblia azt mondja, hogy Isten Jézust a Szent Lélekkel kente fel. Acts 10:38. Apostolok cselekedete 10. fejezetének 38. verse szerint. When did God do that? És mikor tette meg ezt Isten? At his baptism. A keresztségénél, Jézus keresztségénél. Luke 3:21-2. Lukács evangélium a harmadik fejezet 21 és 22. verse szerint. Holy Spirit came down in the form of a dove. És a Szentlélek ekkor egy galamb formájában repült Jézusra. Jesus became the anointed one, the Messiah. És Jézus lett a felkent, a messiás. Began his public ministry. Elkezdte a nyilvános szolgálatát. What year? Melyik évben? 2780 in the fall. Krisztus után 27 őszén. Here's a diagram, put it all together. Itt látszik ez az idő egyenesünk. I'm going to give you a copy of this as you go out. Erről is szeretnék majd önöknek egy kópiát, egy másolatot adni. We have our 70 weeks. Tehát itt van a 70 évünk. That's the 490 years for the Jews. Ez az, ami a zsidókra szabatott 490 év. 483 years, that's the 69 weeks, brings us to Messiah's baptism. És ebből 483 év vitt el bennünket a messiás felkenetéséig, azaz a keresztségéig. 3.5 years later, in the spring of 31 AD, Jesus died on the cross. 3.5 évvel később, 31 tavaszán Jézus meghalt a kereszten. And that's the fulfillment of Daniel 9:27. És ez Dániel könyve 27. fejezetének a beteljesedése. Let's read it. Olvassuk el. Daniel 9:27. Tehát Dániel könyve 9. fejezet 27. vers. Azt mondja, és egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az étel áldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészek és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. The he in this verse is the Messiah. Az az ő, akiről itt szó van, ő a Jézus. Jesus. A messiás. He is the one that confirms the covenant with many for one week.
Ő volt az, aki sokakkal megerősítette a szövetséget egy héten át. But in the middle of the week, de a hét közepén, middle of seven is, a hetediknek a közepe, a hét hétnek a közepe az, three and a half, három és fél év. In the middle of the week, he brings an end to the sacrifices and offerings. A hét felén véget vetett a véres áldozatoknak és az áldozatoknak. Christ died on the cross. És meghalt Krisztus a kereszten. Mark 15:38 says. Márk evangélium a 15. fejezet 38. verse azt mondja, és a templom kárpítja felülről aljáig ketté hasadt. That 10 centimeter curtain was ripped in two from top to bottom. Ez a majdnem 10 cm széles függöny a tetejétől az aljáig ketté hasadt. Showing that the earthly sacrificial services had come to an end. Azt mutatja, hogy a földi szentélyszolgálatnak a célját betöltötte és véget ért. No more lambs are to be slain. Többé már nem kell bárányokat áldozni. Because Jesus, the Lamb of God, died. Azért, mert Krisztus Isten báránya meghalt. When? Mikor? Right in the middle of that final week. Ennek az utolsó hétnek pontosan a közepén. You see, from Christ's baptism till the conclusion of those 70 weeks, we have a one-week, seven-year period. És azt láthatjuk, hogy Krisztus után 27-től, hogyha egy hetet számolunk, annak a közepén történt el. 3.5 years after his baptism, he dies on the cross. Pontosan 3.5 év múlva hal meg a kereszten. 3.5 years later. Majd még a 3.5 évet hozzáadunk. In the fall of 34 AD. Hogy meglegyen az egy hét Krisztus után 34 őszén. Stephen was stoned to death. István kövezték halálra. Acts chapter 7. Apostolok cselekedete 7. fejezetben lehet erről olvasni. Gospel went to the Gentiles. És az evangélium elindult a pogányság felé. Acts chapter 8. Apostolok cselekedete 8. fejezete szerint. Paul was converted. És Pál apostol is megtért. Acts chapter 9. Apostolok cselekedete 9. fejezetben olvasni. 34 AD. És ez Krisztus után 34-ben történt meg. The encyclopedia confirms that. És az enciklopédia is ugyanezt mondja. Says Saint Paul, Saint Barnabas start preaching the gospel to the Gentiles. Azt mondja, hogy Szent Pál és Szent Barnabás elkezdte a prédikálását és vitte az evangéliumot a pogányoknak. 34 AD. És ez 34-ben volt. And then Stephen, the first martyr of Christianity, stoned with the Jewish leaders. És István a keresztények első vértanúja, akit a zsidó vezetők ölettek meg, vagy megkövesztek. So again, the encyclopedia confirms the Bible dates. Itt van tehát megint az enciklopédia, amely bebizonyítja és alátámasztja ezeket a dátumokat. In 34 AD, God's covenant with the Jews came to an end. Tehát Krisztus után 34-ben véget ért Istennek a zsidókkal kötött szövetsége. In 34 AD, God rejected the Jewish nation from being his chosen people. Krisztus után 34-től kezdve Isten már nem ismerte el többé a zsidó nemzetet, mint választott népét. Because they had rejected Jesus and rejected the gospel. Azért, mert ők megvetették Jézust és az evangéliumot is. Now Jews can still be saved. Persze a zsidók ugyanúgy üdvözülhetnek manapság is. Individually. Egyenként. How? Hogyan? Same way as we are. Ugyanúgy, ahogy mi. By accepting Jesus. Úgyhogy elfogadják Jézust. But as a nation, they have been rejected by God because they rejected Jesus. De mint nemzetet, Isten azért vetette el őket, mert ők elvetették Jézust. In 34 AD, that 70-week second chance for the Jews came to an end. Tehát Krisztus után 34-ben a zsidóknak adott második lehetőség is véget ért. That's why Paul says, ezért mondja Pál apostol, Galatians 3:29, Galata beliekhez írt levél 3. fejezet 29. versében, ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. So all the promises made to ancient Israel are for, tehát mind azok az ígéretek, amelyeket az ősi Izraelnek tett Isten, az most már ránk vonatkozik. Are for who? Kikre? For you, if you are Christ. Hogyha önök Krisztusban vannak. You become Abraham's seed. Önök is Ábrahám magvává válhatnak. Spiritual Israel. Természetesen, mint lelki Izrael. So that brings us to 34 AD. Tehát ez visz el bennünket Krisztus után 34-hez. We add that to our remaining time here, 1810. Akkor most már ehhez csak a maradék időszakot kell hozzátenni, ami 1810 év, ugye a különböző. What do we come up with? És akkor melyik dátumhoz érkezünk? 1844. 1844. In 1844, the judgment began in heaven.
Eszerint az ítélet a mennyben 1844-ben kezdődött el. You say, Pastor, how do you know that? Megkérdezhetik, na de hát lelkész, honnan tudhatja ő ezt? Well, notice we have four anchor points. Figyeljék csak meg, van itt négy horgonypontunk. Our first date, 457, that checks out with history, with chronology, with the Bible. Az első pontunk, a kezdő időpont megegyezik a Bibliával, megegyezik a történelemmel, az időszámítással. One anchor. Itt van egy horgonypont. Our second date checks out accurate. A második időpontunk is pontosnak. Third day checks out accurate. És a harmadik időpontot is megláttuk, hogy ez pontos. Fourth one is accurate. A negyedik is pontos. Just as sure as those first four dates are correct, we know the last date for the judgment is correct. És ugyanúgy, ahogy láthattuk, hogy az első négy időpont pontos, akkor az utolsónak is pontosnak kell, hogy legyen. Mark this. És jegyezzük meg a következőt. Any person that denies 1844 as the date for the judgment is denying Jesus as the Messiah of Daniel 9. Hogy bárki, aki nem fogadja el, hogy 1844-ben kezdődött el az ítélet, az egyúttal azt is tagadnia kell, hogy Dániel 9. fejezetének messiása Jézus Krisztus. If this date is wrong, mert hogyha ez a dátum rossz, so are these. Akkor a többi is. The whole prophecy either stands together or it all falls apart. Mert vagy az egész profécia együtt megáll, vagy hogyha bármelyik is rossz, akkor az egész bukik. That's why the Bible told us in Daniel 8:14. Ezért mondja ezt a Biblia Dániel 8. fejezetének 14. versében, 2300 estéig és reggelig, aztán kiderül a szent hely igazsága, vagy megkezdődik a megtisztítás. That's the judgment. És ez az ítélet. You calculate it from 457 in the fall, you'll come down to 1844 in the fall. És ezt, hogyha elkezdtük 457-tel elindítani ezt az időszámítást, akkor 1844-re kellett elérkezni. Remember, there was no zero year. Mert hogy emlékeznek, nem volt nulladik év. That's why the Bible tells us that we are living in the hour of God's judgment. Ezért mondja azt a Biblia, hogy Isten ítéletének órájában él. Revelation 14:7. Ezt mondja a Jelenések 14. fejezet 7. verse. Judgment began in heaven in 1844. Az ítélet tehát 1844-ben elkezdődött. Starting probably with Adam. Valószínű, hogy Ádámmal kezdték. God has been coming down the ages. És Isten sorba veszi a korokon átszületett embereket. We know someday he'll come to our name. És azt is tudhatjuk, hogy egy napon elérkezik a mi nevünkhöz. He has to. El kell, hogy érkezzen. Because when Christ comes back, he brings rewards for how many people? Azért, mert amikor Krisztus visszatér, akkor hány embernek hoz jutalmat? For every person. Mindenkinek. So there has to be a judgment before Jesus comes back to determine what reward. Ezért van az, hogy kell, hogy legyen előtte egy ítélet, mert egyébként nem tudná, hogy milyen jutalmat hoz Isten, vagyis Jézus magában. That judgment began in 1844. És ez az ítélet kezdődött 1844-ben. In the Old Testament dispensation. És ez az Új Testamentumban úgy kezdődött el, hogy megszólaltak a harsonák. What did the Hebrews do? És mit csináltak ekkor a zsidók? They searched their hearts. Elkezdték kutatni a szívüket. They confessed their sin. Megvallották az összes bűnüket. They prepared for the judgment. Elkészültek erre az ítéletre. What should we be doing today? Akkor mit kell nekünk ma tennünk? We ought to be doing a similar work. Nem hasonló munkát kell végeznünk nekünk. Now I want to give you some encouragement as you think about the judgment. Hogyha itt az ítéletről gondolkodunk, akkor szeretnék egy biztatást is adni önöknek. We have a lawyer. Van egy ügyvédő. That offers to take our case. Aki már átvette a mi ügyünket. 1 John 2:1 says. János első levele, második fejezet, első verse azt mondja, én fiacskáim ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. That's the same as lawyer. Ez ugyanazt jelenti a szószóló, mint hogyha a ügyvédet mondaná. He has never lost a case. És ő még soha egyetlen ügyet sem veszített el. If you give your life to Jesus, he will represent you there. És hogyha odaadjuk az életünket Jézusnak, akkor ő fog bennünket képviselni. Jude 1:24 says. Júdás első fejezetének 24. verse azt mondja, annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet és az ő dicsőség elé állíthat, fethetetlenségben, nagy örömmel. He'll present you how? Hogyan fog ő bennünket odaállítani? Faultless. Fethetetlenül. Are you faultless? Fethetetlenek önök? How many of you are faultless? Hányan fethetetlenek önök közül? Let me see. Hadd lássam a kezeket.
Well, how can Jesus present us faultless there since we're so faulty? Na de akkor hogy mutathat be Isten bennünket, Jézus bennünket olyan fethetetlennek, hogyha mindnyájan olyan bűnnel teliek vagyunk? I'll tell you how. Elmondom, hogy hogyan. Because Jesus paid the penalty for our faults. Mert Jézus már megfizette a mi bűneinknek az árát. He died the death we deserve. Azt a halált halta, amit mi érdemelnénk meg. That we might receive the life he deserves. Hogy nekünk olyan életünk lehessen, amilyet ő érdemel. But notice the order of events here. De figyeljük csak meg itt a folyamatnak a sorrendjét. Now unto him that is able to keep you from falling. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet. You see, before presenting us there faultless, tehát figyeli, hogy mielőtt odaállít bennünket fethetetlenül, he first here keeps us from falling into those same sins. Ő itt először bennünket megőriz, hogy ugyanebbe a vétekbe ne essünk bele. Let me ask you. Hadd kérdezzek valamit. Can God blot the sins off the books up in heaven if I'm still practicing those sins in my life here on earth? Vajon Isten kitörölheti azokból a feljegyzések könyvéből a mi bűneink feljegyzését, hogyha ugyanazt a bűnt még folyamatosan gyakoroljuk itt a Földön? No. Nem. He must first blot the sins out of my life here. Először itt az életemben kell, hogy kitörölje ezeket a bűnöket. Before he can blot them off the books up there. Mielőtt ott fent a könyvekből törölhetné ki. So first he keeps you from falling. Tehát először megóv bennünket az elbukástól. Can he do that? Megteheti ő ezt? Does Jesus have enough power to keep you from falling? Van Jézusnak elég hatalma arra, hogy megőrizze önöket attól, hogy elbukjanak? Oh yes. Igen, van. If you fall, és hogyha mégis elesünk, not because God doesn't have the power to keep you. Ez nem azért van, mint hogyha Istennek nem lenne elég ereje ahhoz, hogy megtartson bennünket. Because you say, Lord, I want to fall into that one. Hanem azért ma azt mondjuk, hogy hát Uram, én ebbe bele szeretnék most esni. I like that sin, I want to fall in there. Én azt a bűnt ott nagyon szeretem, abba szeretnék most bele esni. God's not going to force you. De Isten nem erőszakol bennünket. It's our choice. Ez a mi választás. When we choose to surrender our lives to Jesus. És ha mi azt választjuk mégis, hogy életünket alárendeljük Jézusnak. And we say, Lord, keep me from falling. És azt mondjuk, hogy Uram, tarts meg engem, hogy ne essek el. He has the power. Akkor neki ereje van ehhez, és hatalma. First he keeps you from falling. Tehát először megőriz bennünket attól, hogy elbukjunk. Then he presents you before the universe as faultless. És azután állít bennünket oda a világegyetem elé, mint fethetetleneket. Let's imagine we're there at that judgment. Képzeljük csak el, hogy ott vagyunk ennél a nagy ítélethozatalnál. Put yourself there. És képzeljük csak el magukat oda. Your name will be called someday. Mert hogy az önök neve is egyszer sorra került. I'll use myself for an example. Én példaként a saját nevemet hozom. Imagine a name is called in heaven. Képzeljük el, hogy az én nevemet szólítják a mennyben. Lowell Hargraves. Lowell Hargraves. And the universe turns to the records of Lowell Hargraves. És akkor a világ egyetem elnemukor zinyei oda néznek a feljegyzésekhez, amit Lowell Hargravesről írtak. There's the long catalog of my sins. És ott van egy hosszú katalógus az én bűneimről. I can't hide from it. Hát nem tudom ezeket el se letagadni, se eltakarni. I can't excuse myself. Sőt, még nem is tudom magamat kimagyarázni. I'm guilty. Mert hogy valóban bűnös vagyok. Maybe there's a moment of silence in heaven. És lehet, hogy akkor egy pillanatra csend van a mennyben. And then I can imagine Jesus stands up. Majd el tudom képzelni, hogy ekkor Jézus föláll. And he says, I am here today to represent Lowell Hargraves. Én azért vagyok ma itt, hogy Lowell Hargraves képviseljem. Yes, he sinned. Igen, vétkezett. But he's confessed his sins to me. De megvallotta a bűneit nekem. And as the universe looks at the record, it sees by each sin confessed pardon. És ahogy a világegyetem ránéz a feljegyzésekre, minden egyes bűn mellett ott van, hogy megvallotta, megbocsátatott. Confessed pardon. Megvallotta, megbocsátatott. And Jesus says, I have been working in his life. És azt mondja Jézus, én az ő életében munkálkodtam. And the universe can see that. És az univerzum ezt láthatja. And so Jesus says, my blood, Father, I plead for Lowell. És akkor azt mondja Jézus, az én véremért kérlek, és kérlek téged, Atyám. And the universe says, erase the record. És azt mondja az univerzum, töröljük ki ezeket a feljegyzéseket. All of that record of my sins is blotted out. És minden egyes feljegyzés a bűneimről eltöröltetik. And in its place is put the perfect character of Jesus. És helyébe
oda teszik Jézusnak a tökéletes jellemét. If Jesus stands for me there, how will I do in the judgment? Hogyha Jézus ott áll értem közben járóként, akkor hogy fogok megállni ebben az ítéletben? I remember one time I was preaching in the South in America. Emlékszem egyszer Amerika déli részében prédikáltam. And I asked the question, if Jesus stands for me, how will I do in the judgment? És akkor feltettem azt a kérdést, hogy hát, hogyha Jézus áll ki érettem, akkor hogyan fog végződni az én ítéletem? There was this old Christian lady sitting in the back. És ott volt hátul egy idős keresztény asszony. She called out. És elkezdett kiabálni. She said, you do all right. Te egészen jól fogsz kijönni. Well, how will you do, friend? És barátaim, önök hogy jönnek ki az ítéletből? Will you do all right? Önök is jól jönnek ki belőle? If Jesus stands for you there, you'll do all right. Hogyha Jézus fog közben járni önökért, akkor jól fognak kijönni belőle. He'll be your lawyer. Mert hogy ő lesz az ügyvédjük. He'll be your judge. Ő lesz a bírójuk is. Your friend. És egyúttal a barátjuk is. And your savior. És a megváltójuk. You need not fear the judgment as long as you're surrendered to Jesus. Nincs semmi félnivalójuk egészen addig, míg alárendelik az életüket Jézusnak. I want Jesus to represent me, don't you? Én azt szeretném, hogy Jézus engem képviseljen, és önök? How many want to ask Jesus to represent them in the judgment? Hányan szeretnék azt, hogy Jézus önöket is képviselje az ítéletben? Let's ask him to do that in our prayer tonight. Akkor, amikor bezárjuk a ma esti előadásunkat, kérjük Istentől ezt. Let's stand for prayer. És álljunk fel az imádság idejére. Don't forget, there's no meeting tomorrow. Ne felejtsék el, hogy holnap este nincs előadásunk. We'll meet back here at 10 o'clock on Sabbath. Szombat délelőtt 10 órakor már találkozhatunk. Our next meeting is here. A következő eladásunk szombat délelőtt itt lesz. In the morning. Ez a délelőtti. Let's pray together. És most imádkozzunk együtt. Our dear Heavenly Father, drága mennyei édesatyám, we thank you for the hope we have in Jesus. Köszönjük azt a reménységet, amit Jézusban, ami Jézus által lehet nekünk. We know that all of our righteousness is as filthy rags. Tudjuk azt, hogy minden mi igazságunk egy semmit nem érő. And that of ourselves we could never pass the judgment. És magunk soha nem tudnánk az ítélettételben keresztül menni. So we ask you, Jesus, tonight to take our case. Ezért megkérünk Jézus ma este, hogy te vedd át a mi ügyünket. Take our hearts, our lives. Vedd át a mi szívünket és életünket. Blot out the sins in our lives here. És töröld ki a bűnünket, bűneinket ebben az életben már itt. So that you can blot them off the books in heaven. Hogy a könyvekből a mennyben is kitörölhess azokat. Bless each one who's here tonight. Kérünk, áldj meg mindenkit, aki ma este itt van. May, as we leave this place, may it be with a sense of salvation through Christ. És amikor elhagyjuk ezt a helyet, hadd érezzük Krisztusban való megváltásunkat mindnyájan. We pray in Jesus' name. Jézus nevében kértük ezt. Amen. Sabbath morning we'll look at the keys to living the victorious Christian life. És a szombat délelőtt lehetőségünk lesz, hogy megismerjük, hogy hogyan lehet győztes keresztény életet élni. We'll see you then. Találkozunk tehát szombaton reggel.